halihó sárgapólósok, halihó ellenállók, ha felcsúton járnánk, akkor hol fejeznénk be ezt a vélemény, hol máshol fejeznénk be, mint 60 pusztán a titkos Orbán birodalomnál, vagy birtoknál, ugye hivatalosan egyre erősebben titkolják, hogy ez mondjuk Orbán családnak lenne a birtoka. Ugye azt mondják, hogy Mészáros Lőrinc bérli Orbán apjától 10 évre mezőgazdasági gépek tárolására. Hát eddig akármikor jártunk erre mezőgazdasági gépeket, semmi nem láttunk, sem más újságíró. Ellenben viszont nagyon sokszor volt térerő problémánk, tehát nem tudtunk innen közvetíteni. Tehát ha megszakadna a közvetítés, akkor az azért van, mert valami zavar van a térerőben. Tehát ez előfordulhat. Bár most egész közel tudtunk jönni ide a kerítéshez. Kikerült, nem a civileket kell eltakarítani, hanem a bankárok érdekeit kiszolgáló politikusokat, tehát ez már ide kikerült. A hazudtok, loptok újra 4 évig, Áder enged ide, a nép nem kér belőle, illetve ebben a házban diktatúrát építenek, ha neked sem tetszik az önkény, tegyél ellene, cselekedj, legyél győztes, állj a bátrak közül, és akkor még egy plakát, bankárok csalnak, politikusok nyalnak, tehát így azért már sokkal orbánosabb, és ugye itt állnak a sárgapólósok a diktatúra felirattal, csak azt gondoljátok el, hogyha ide minden nap eljönne csak így 100 ember kirándulni, nagyon szép hely egyébként ez a felcsút, alcsút doboz környéke, szép dimbes, dombos, jó a levegő, tehát így eljöttök kirándulgatni, és a diktatúrát hirdetitek, és az elleni fellépést, akkor mennyivel előrébb lennénk, tehát ez azért abszolút jól néz ki. Egyébként ugye István plakátján kint van, hogy hazudhattok, lophattok újra 4 évig, Áder engedi, de a nép nem kér belőle. De hát honnan tudná Orbán Viktor, hogy a nép nem kér belőle, ha csak néhány ember jön el véleményt nyilvánítani. Ha nem kérsz te se belőle, akkor te is menj el véleményt nyilvánítani, mert másképp azt hiszik, hogy minden a legnagyobb rendben van. Hát nem tudnak arról, hogy mekkora probléma van. Hát hol van az a 600 kilakoltatott család, akit kilakoltattak? Kérdezlek én benneteket. Ti miért nem jöttök el Orbán Viktorhoz véleményt nyilvánítani? Miért nem mentek fel a Cinege utcába? Miért nem mentek el a bankárokhoz? Miért? Miért hagyjátok, hogy mindeneteket elvegyék? Hát látnotok kell, hogy ez egy diktatúra, de csak addig, ameddig mindenki otthon ül. Persze, hogy ezt megtehetik. És meg is fogják tenni. Hát az idénre 30 ezer kilakoltatást terveznek. Igen. Meg fogják tenni. Hogy ne tennék meg? És hogy mondták a szakemberek? A diktatúrát azt mi építjük, emberek? Azért, mert hagyjuk. Mert a múltkor, amit elmondtam nektek, hogy a családban is van a kisgyerek, aki csintalankodik, és ránéz mindig a szülőre, hogy nem szól semmit, annál jobban elkezd szemtelenkedni, szemtelenedni, és a végén az lesz, ha nem regulázzák meg, akkor a szülőket fogja ő irányítani, mint ahogy titeket is irányít ez az illegitim kormány, ami nap mint nap ugyanezt cselekszik. Így van, közben ugye Erzsébet írja, hogy hajrá az igazságért, és értünk harcoltok. Igen, én örülnék neki, hogyha sokan tennék ezt, ahogy Marika is mondta, az igazságért és egymásért, és akkor működne a dolog. István szokta mindig mondani, hogy a minden magyar felelős minden magyarért. És mint ahogy a Marika mondta az előbb ezt a dolgot, hogy itt az emberek mit tesznek, mit nem tesznek, meg hogy Ferdinánd meg említette arrébb egy házzal, hogy a hagymapucolás, meg mitől milyen potomáron csinálják, mennyi pénzt kapnak érte, és mire jutnak belőle. Holott most jelentették be, hogy a tej, tejföl, meg sajtára az mennyi 15-20%-kal fog emelkedni. Most az a hagymapucoló mennyi tejfölt fog megvenni? És arra hivatkoznak, hogy azért, mert klímaváltozás van, és a tejnek alacsonyabb a zsírtartalma. Ezért emelik az árát ilyen. Amit még akartam mondani, a Z-Kárpát Dániel hétfőn este nyilatkozott a Hír TV-n, nem tudom, hogy került oda, de ott nyilatkozott, panaszkodott is, hogy ő soha sehova nem hívják, minek hívnák meg, hisz te áruló vagy. Basszus, ha ki kíváncsi rád, én nem nagyon, csak ha már ott voltam, és azzal kapcsolatban nyilatkozott, hogy a törvényt ugye faragták, ezt a véleménynyilvánítás, a nyugalmukat, meg őt nem érdekli, hogy őt, a családját ne. Ő se kívánja, hogy a házához menjenek, meg stb. Őt zavarhatják bárhol, de ne, de bazd meg, hát sehol nem vagy elérhető, hol lehet zavarni?
szívesen a nyakadra tenném a kenderkötelet, de nem lehet elérni sehol, basszus kulcs. Páncélautóba jártok, meg árulók vagytok, meg most meg élvezitek Orbán védelmét, ha megszavaztátok ti is ezt a szarságot, hogy most itt ne legyünk, ott ne legyünk, meg amott ne legyünk. A nyugalmat nem vetted meg, hiába szavaztad igennel. Így van. Egyébként ez egy nagy biztonság volt a Jobbiktól, tehát ez, ha már így itt jártunk, akkor Orbán birodalma előtt mondjuk el, hogy belemenni abba, hogy ne lehessen a politikusok házánál tüntetni, ez azért is álszent volt a Jobbiktól, mert ugye a választások előtt a Jobbik szervezett egy tüntetést valamelyik polgármester háza elé, és ott tüntettek, tehát azért lássuk be, hogy ez így azért nem teljesen kerek, amit csinálnak, nem beszélve arról, hogy a fideszesek, meg ugye amikor ellenzékben voltak, ők is mentek az ellenzéki politikusok házai elé, és sokkal csúnyábban adták elő magukat, mint ahogy mi csináltuk. És a tejtermék meg a klímaváltozást, ha már itt tartunk, ugye ne feledjük, honnan is ered ez a klímaváltozás? CLH Kft. Lölő egyik cége. Mivel foglalkoznak? Klímával. Tehát kell nekik a pénz a tejtermékek árából is. Szép. Bajszány. Tehát nekem az a furcsa, amit István is az előbb mondott, hogy sipákolnak meg ripákolnak, hogy ne menjünk oda a házaikhoz. Arról nem beszélnek, hogy már minden fórumon megkerestük őket, minden irodába bementünk, illetve mentünk volna, sehol nem voltak ott, sehol nem fogadtak minket, hiszen a bankszövetségben is bezárták az órunk előtt az ajtót, holott egy héttel azelőtt megegyeztünk a Kovács Leventével, hogy fogad minket aznap pénteken, ehelyett bezárkóztak. Tehát nem bezárkóznak, elzárkóznak a problémás emberek elől. Hogy ne kelljen szembenézni, vagy azonosul, vagy szembenézni ezekkel a dolgokkal, amik gyakorlatilag ők tehetnek, mert nem a voksolók nem erre választották meg őket, hanem azért, hogy a problémákat orvosolják és megoldják. És ugye hány helyről kidobtak már minket, ugye emlékeztek a milyen utca, a Keleti Károly utcai Fidesz irodából, vagy például Anitával, amikor kidobtak minket a Sziget-Szentmiklósi Fidesz irodából, meg kidobták a beadványunkat is abban az irodában, pedig nem is nekik szólt oda annak a helyi irodának. Tehát akkor ne csodálkozzanak, hogy megkeressük őket, és olyan helyen nyilvánítunk véleményt, ahol biztosan meghallják. Már csak azért is biztos, hogy a sárgapólósokat érzékelték, hiszen törvényt hoztak a sárgapólósok miatt. Tehát akkor egész biztos, hogy érzékelik ők ezt, amikor itt tüntetünk. Úgyhogy szerintem ezt mindenképpen tovább kell vinni. Ugye rengeteg aggály van ezzel az alaptörvény vagy a tákolmány buzerálással, úgyhogy mindenképpen nem kell komolyan venni őket. Ezek csak rinyálnak, ezek csak a saját hatalmukat féltik, úgyhogy mindenkinek azt javasoljuk, hogy ő maga is mozduljon. Ha nincs semmi, akkor elköszönünk. Tehát a mai nap egy kicsi összegzés így, hogy mindannyian benne legyünk itt az Orbán Mivalom előtt. Ugye a 9. focizásunkat ejtettük meg Felcsuton, ebből 8 és a maival együtt 8 olyan eset, amit a közpénzből épített focipályákon tudtunk megtenni, mert hogy a 8. tervezett focizásunk, azt nem tudtuk megtenni, mert az őrök utunkat állták a választás után. Hát majd mi ügyesen bementünk, és már csak akkor vették észre, amikor fél óra múlva jöttünk kifele, és akkor mondták, hogy ők is úgy szeretnék, hogyha most már ezt abba hagynánk. És ha már itt voltunk Felcsuton, akkor természetesen meglátogattuk Orbán Viktor állítólagos házát, ahol azt mondtuk, hogy ebben a házban diktatúrát építenek. Ugye ezt vettük, ezt az ötletet a fideszesektől, ahol ugye azt mondták az egyik civil szervezetre, hogy bevándorlás segítő szervezet, ugye kitapétázták és el is mondták ott. Nem érdekelte őket, hogy mondjuk a szomszédok nyugalmát ez zavarja vagy nem zavarja, ugye ezt a Hollik tette meg, ha jól emlékszem. És hát ha már itt voltunk, akkor természetesen Lölő érdekeltségeinél is megjelentünk, és természetesen most hazafelé 60 pusztai Orbán birodalom, és egyébként jelzi is a telefon, hogy ő most már kezd lemerülni. Elvileg mára végeztünk, ha véletlen nem így történne, akkor valamiért más jutott eszünkbe, és még van egy megszólalás, igen. Csak a jelszavamat, a túra jelszavamat szeretném elmondani, ha már itt vagyunk, ez a 60 év, és a pusztába kiáltom, hogy üsd a mocskot, ahol éred, azzal magadat véded. Hajrá! Nagyon jó, és azt gondolom, hogy akkor ezzel búcsúzzunk is, csak annyi, hogy megfordítom, de ne feledd, amit István mondott, ez azt jelenti, hogy cselekedj, legyél győztes, állj a bátrak közé. Hajrá! Ha nyelvőre lefordítjuk, akkor igen.